Csá népek! Polákmentes szervreket kívánok! Hoztam egy szakasz balhét, amit karácsony előtt mentünk még kettő címbimbe, Fire Doggal, azaz Norberdel, és mi a tököm? Zébornal, ő pedig a fia, alias Patrick. Na, a pálya, az kérlek szépen, Live Oaks, lőhetjük az ötösöket, és úgy döntöttünk Norbertel, hogy eljövünk errefele, ő jött a T-34-85-tel, stockos motor, de azt hiszem minden megvan rajta. Patrick barátunk pedig jött a Dicker Max-szal. Kettő köcsög van a csatába, egy kis speed boost, míg elére K-ból B-be. Ja, és a Britány Panthert kaptam az egyik nagyon kedves cimborámtól. Sokat votoztunk együtt vele is. És tőle kaptam ezt még azt hiszem 2020 karácsonya magasságába, ha jól emlékszem. Igen, Anti barátomtól, kösz Antitesem, bár mondjuk volt vele egy csata, már egy bemutató csatát mentem vele, de igazából aki játszott a VK30P-vel meg a Putlival, az pont ugyanezt kapja. Na, vissza a csatához, megvan páncer és hidrostat, kapott és egyet mindjárt nagyba, 345-nél töltünk újra, és van itt egy szuszázas, egy T-34-25TP, azt még pont utolértem, el is vettem a kedvét a szemétkedéstől. Norbertem itt van ugyanúgy, mellettem, tőlem balra, csak éppenséggel nem tudok rá figyelni. Hát ő jobban szenved, mert aki nem nagyon van gándebje. Igen, az kellemetlen, és lassan talán, hogy jó lenne lőni a szót, miért még ide bombázza nekünk egy laza 390-et, de a T-34-85 is éppen M-es is éppen megteszi nekünk. Hát persze, nem kurnám el, de se baj, van ez így. Csinos. Na még egyet akkor. Szuper! Na, egy 85 ember kevesebb, és azt hiszem most rá fogunk menni majd szépen a szuszázasra. Norbert is szedi, ja, kis gán volt rajta akkor, vagy a 85-ös, vagy valami 100-as gán volt azon a szardarabon. Nagyon fasza, eddig semmi. Na, akkor rongyolunk elő, a 25 TP megvan, és sajnálatos módon itt el fogjuk veszíteni Norbertet, mert ki fogja baszni a 25 TP. Patrick pedig ott nagyjából próbált TD-zni. Igen, sajnos elvesztettük Norbertet, de se baj. Lesz ez még penge is. Na, nyomhatjuk a speed boostot, mert semmi. Suszász 22, az azt hiszem az a köcsök klikker. Sajnos nem tudom kivégezni, de vele vertem egyet. DSPS kurva adja valami. Most Patrick vert vele egyet, nagyon jó. Én arról le is maradtam. Úgyhogy megyünk tovább, hősiesen rongyolunk. Már Norbert nélkül. Jó, M44 nem játszik, AT2 nem játszik, Hellcat nem látszik. Elkúrtam, na viszont az AT2-nek Patrick adott egy szép nagyot, többi meg befejezte. Na hát akkor rongyolunk továbbra is. Adok még egy speed boostot, mert igazából a városig nem nagyon fogom tudni utolérni a szuper Hellcatet, azt is mellé lövöm. Na igen, megyünk speed boost, a speed boost, lelassítok, hogy mellé lövessek a szuper Hellcatnek, mert mellé lövöm. Így van, pont be is fordult. És majd be fogom vetni a HP-mat, mert kénytelen leszek és betöltöm a goldot, mert mégis KV3. A mondjuk ahhoz tök speciál, pont nem lesz semmi közöm. A Pavlak tankhoz majd inkább, de tőle is kapok egy szép lövést. Nem baj, bevetjük a HP-t, ami van. Pavlak genyó, szerencsére nem foglalkozik velem, viszont elrontom a lövést. Ráhúztam csak úgy szimplán, hát most így nem lesz ez annyira buli. Meg itt van a köcsös szuperreket is kaptam egyet, de azt gyorsan kiszedték. Megpróbáltam lebontani a házat, de ez így nem lesz jó. Jön az M4. Szerencsére lepattant, nem használ goldot. Lehet, hogy pedig kéne. És most akkor le is zsambolom a kisfiút. Csíros? Hát M4, A1 egy kicsit az úgy nem jött neked össze, de se baj. 1444 damage-ra feldagadtam, 2 kill-re. És talán még a Pavlakba bele tudok egyet tenni oldalról, ha jól emlékszem. Így is van. És gyakorlatilag meg is volt az utolsó lövésem, a KV3-at felzabálja a farkasfalka. Így is van. Na! Hát igazából vaklövésem nem volt, 2 kill, 1591 damás, 937 asszist, a többi az meg semmi, annyi, hogy Patricknak húztuk igazából a kreditjét, mert meg akarta venni a Tigris 1-et, úgyhogy igazából azért jött Dicker Max-szal, VK-ját húztuk egy darabig, de azt hiszem most már csak farmolni kellett, és szerintem meg is lett neki már a Tigris. Egy, igaz, hogy még stockos, de meg lett. Na, hát igazából szakasz baljának ez nem volt rossz, sajnos Norbertet elveszítettük, de lehoztuk azért a balhét. Szerintem nézhető volt. Nem, persze semmi nagy akció nem volt benne, de szerintem nézhető volt. Csá népek!